Soron következik a lakásszövetkezetekről szóló 2004 évi 115-ös törvény, valamint a társasházakról szóló 2003 évi 133-as törvény módosításáról szóló törvényjavaslat módosító javaslatainak határozathozatala. Az előterjesztést TPER 3005-ös számon, a bizottságok együttes ajánlását pedig TPER 3005/32 és 34-es számon kapták készhez. Megadom a szót Szatmári Kristóf államtitkár úrnak, aki válaszolni kíván a vitában elhangzottakra. Államtitkár úr nem kíván válaszolni, tisztelt országgyűlés, most a határozathozatalok következnek. Felkérem Szűcs Lajos jegyző urat, ismertesse az ezzel kapcsolatos információkat. Tisztelt Országgyűlés! Az ajánlás 29, 30 és 31. pontjában szereplő javaslatok, valamint a kiegészítő ajánlás második pontjában szereplő indítvány nem felel meg a házszabály rendelkezéseinek, így ezekről nem határozunk. Az ajánlás 5, 6, 7, 8, 10, 13, 16, 17, 21, 23, 24, 26, 27, 28 pontjai nem kapták meg a szükséges bizottsági támogatást, így ezekről nem döntünk. Az első 4-es, 25-ös, valamint a 2-es, 3-as és 22-es pontjai sem kapták meg a szükséges bizottsági támogatást, de ezekről az MSZP, illetve a Jobbik képviselőcsoportja szavazást kért. Tájékoztatom Önöket, hogy az előterjesztő az ajánlás 9, 11, 14, 18, 19, 20, 33. és 34. pontjában, valamint a kiegészítő ajánlás 1-es és 3-as pontjában szereplő indítványokat támogatja. Ezek közül az MSZP külön szavazást kért a kiegészítő ajánlás 3. pontjáról. Köszönöm, jegyző úr, tisztelt országgyűlés! Most a támogatott javaslatokról döntünk a külön szavazásra két indítványok kivételével. Ezek elfogadása kizárja az ajánlás 15. pontját. Kérdezem a tisztelt országgyűlést. Elfogadja a támogatott módosító javaslatokat. Kérem, szavazzanak! Kimondom a határozatot. Az országgyűlés 281 igen szavazattal, 36 nem szavazattal tartózkodás nélkül a támogató módosító javaslatokat elfogadta. Tisztelt országgyűlés, most a külön szavazásra kért indítványról és annak alternatívájáról döntünk. Az ajánlás 25. pontjában Pál Tibor és mások a 34-es paragrafus 4-es bekezdésében a társasházi törvény 25. paragrafus 1-es bekezdésének módosításával azt javasolják, hogy a kamerarendszer létesítéséhez abszolút többség legyen szükséges. A kiegészítő ajánlás 3-as pontjában Gruber Attila ehhez kétharmados többséget ír elő. Először a 25. pontról döntünk, merről az MSZP kérte a szavazást. Kérem, szavazzanak! Kimondom a határozatot, az országgyűlés 69 igen szavazattal, 248 nem szavazattal, tartózkodás nélkül a módosító javaslatot elutasította. Most a kiegészítő ajánlás 3-as pontjáról szavazunk. Az előterjesztő támogatja, de az MSZP kérésére külön szavazunk. Kérem, szavazzanak! Kimondom a határozatot, az országgyűlés 281 igen szavazattal, 39 nem szavazattal tartózkodás nélkül a módosító javaslatot elfogadta. Tisztelt országgyűlés, még további javaslatokról is döntenünk kell. Az ajánlás 1-es pontjában Pál Tibor és mások az 5-ös paragrafusban a lakásszövetkezeti törvény 4-es paragrafus 5 bekezdésének módosításával az alapszabály megváltoztatását 4/5-ös többséghez köti. Az MSZP kérésére szavazunk. Kérem, szavazzanak! Kimondom a határozatot, az országgyűlés 35 igen szavazattal, 281 nem szavazattal tartózkodás nélkül a módosító javaslatot elutasította. Az ajánlás 2-es pontjában Németh Zsolt a 6-os paragrafusban a törvény 7-es paragrafus 1 bekezdésében a képviseleti szabályt módosítja. A Jobbik kérésére szavazunk. Kérem, szavazzanak!
Kimondom a határozatot, az országgyűlés 83 igen szavazattal, 229 nem szavazattal tartózkodás nélkül a módosító javaslatot elutasította. Az ajánlás 3-as pontjában Gaudi Nagy Tamás a 8-as paragrafusban a törvény 9. paragrafusát a bejelentés nélküli perindítás esetének szankciójával egészíti ki. A Jobbik kérésére szavazunk. Kérem, szavazzanak! Kimondom a határozatot, az országgyűlés 54 igen szavazattal, 261 nem szavazattal tartózkodás nélkül a módosító javaslatot elutasította. Az ajánlás 4-es pontjában Pál Tibor és mások a 9. paragrafusban a törvény 11. paragrafusának módosításával azt kezdeményezik, hogy a fűtési rendszer elemei és a nyílászárók is a lakásszövetkezet tulajdona legyenek. Az MSZP kérésére szavazunk. Kérem, szavazzanak! Kimondom a határozatot, az országgyűlés 75 igen szavazattal, 236 nem szavazattal tartózkodás nélkül a módosító javaslatot elutasította. Az ajánlás 12-es pontjában Schiffer András a 16. paragrafust a lakásszövetkezeti törvény 18. paragrafus 7-es bekezdésének módosításával egészíti ki, amelyben írásos kézbesítési kötelezettséget ír elő. A bizottság nem támogatja, kérem, szavazzanak! Kimondom a határozatot, az országgyűlés 79 igen szavazattal, 237 nem szavazattal egy tartózkodás mellett a módosító javaslatot elutasította. Az ajánlás 22-es pontjában Gauri Nagy Tamás a 34-es paragrafus 3-as bekezdését a társasházi törvény 24 paragrafus 1 bekezdésének módosításával egészíti ki. Ebben a közös költség megosztásáról és az ahhoz kapcsolódó felelősségről rendelkezik. A Jobbik kérésére szavazunk. Kérem, szavazzanak! Kimondom a határozatot. Az országgyűlés 66 igen szavazattal, 251 nem szavazattal tartózkodás nélkül a módosító javaslatot elutasította. Az ajánlás 32-es pontjában Schiffer András a 34. paragrafust új bekezdéssel egészíti ki. Ebben a társasházi törvény 39. paragrafus 4-es bekezdését módosítja az értesítési kötelezettséggel összefüggésben és a 42. paragrafus jogorvoslati szabállyal egészíti ki. A bizottság nem támogatja. Kérem, szavazzanak! Kimondom a határozatot, az országgyűlés 52 igen szavazattal, 264 nem szavazattal tartózkodás nélkül a módosító javaslatot elutasította. Tisztelt országgyűlés, határozathozatalunk végére értünk, a zárószavazásra jövő heti ülésünkön kerül sor. Tisztelt országgyűlés, soron következik az állami számvevőszékről szóló törvényjavaslat módosító javaslatainak határozathozatala. Az előterjesztés TPER 3109-es számon, a bizottságok együttes ajánlását pedig TPER 3109/72, 77 és 79-es számon kapták készhez. Megkérdezem Koszorús László gazdasági bizottsági alelnök urat, kíván-e válaszolni a vitában elhangzottakra. Képviselő úr nem kíván válaszolni. Most a határozathozatalok következnek. Az ESZ segítő főtitkári tájékoztató TPER 3109/80-as számon a honlapon elérhető. Most a támogatott indítványokról döntünk, a külön szavazásra kért indítványok kivételével. Felhívom képviselőtársaim figyelmét, hogy a módosító javaslatok elfogadásához az alkotmány rendelkezései alapján a jelenlévő országgyűlési képviselők kétharmadának igen szavazata szükséges. Kérem a tisztelt országgyűlést, elfogadja a támogatott módosító javaslatokat a külön szavazásra kért indítványok kivételével a főtitkári tájékoztatóban felsoroltak szerint. Kérem, szavazzanak! Kimondom a határozatot, az országgyűlés
242 igen szavazattal, 76 nem szavazattal tartózkodás nélkül a támogatott módosító javaslatokat elfogadta. Tisztelt Országgyűlés, Novák előtt képviselő úr ügyrendi kérdésben kíván szólni. Megadom a szót, képviselő úr. Tisztelt elnök úr, segítségét szeretném kérni az Országgyűlés működőképességének helyreállítása érdekében. A Jobbik már tavaly javasolta a házbizottságban, hogy a képviselői laptopokhoz több csere akkumulátort szerezzenek be. Tekintettel arra, hogy az elektronikus futárposta bevezetésével a papír alapú ügyvitel megszűnt, konnektor az ülésteremben nem található, így nem tudjuk követni ezeket az itt repkedő ügyiratszámokat és a szavazásokat sem. Továbbá, mivel jó magamnak is készülnöm kell egy önök által csak ma benyújtott javaslat ügyében, ezért mondjuk szívesen megnéztem volna a házszabályban, hogy pontosan milyen körülmények között, milyen okokkal és hogyan lehet technikai szünetet elrendelni. Azonban, mivel jelenleg a házszabályhoz sem férek hozzá, ugyanis több mint két órája nem lehet a terembiztosi szolgálatnál akkumulátorhoz jutni, ezért arra kérem kormánypárti képviselőtársaimat, mivel önök viszont velem ellentétben nem készülnek vitára, hanem csak a szavazások végeztével azt várják, hogy megkezdődjön önök számára a hosszú hétvége, legyenek olyan kedvesek és adjanak kölcsön egy akkumulátort. Köszönöm szépen! Tisztelt képviselő úr! Tisztelt Országgyűlés, folytatjuk munkánkat, tájékoztatom képviselőt, ez nem ügyrendi kérdés volt, de örülök, hogy a technikai probléma megoldódott. Tisztelt Országgyűlés, figyelj, még nem hirdettem ki az eredményt, ugye? Most úgy következik. Most a támogatott indítványokról döntünk, a külön szavazásra kért indítványok kivételével. Felhívom képviselő... Igen? De nem hirdettem ki. Igen, tisztelt Országgyűlés, most a külön szavazásra két indítványokról döntünk. Az ajánlás 7-es pontjában Göndör István és mások a 3-as paragrafus egybekezés módosítását javasolják, amely szerint az ÁSZ feladatait törvények állapítják meg. Az előterjesztő támogatja, de az MSZP kérésére külön szavazunk. Kérem, szavazzanak! Kimondom a határozatot, az Országgyűlés 312 igen szavazattal nem és 10 tartózkodással a módosító javaslatot elfogadta. Az ajánlás 40-es pontjában Göndör István és mások a 9-es paragrafus 3-as bekezdés módosításával azt kezdeményezik, hogy az elnöknek javasolt szemét a számvevőszéki bizottság hallgassa meg. Az előterjesztő támogatja, de az LMP és az MSZP kérésére külön szavazunk. Kérem, szavazzanak! Kimondom a határozatot, az Országgyűlés 320 igen szavazattal, egy nem szavazattal tartózkodás nélkül a módosító javaslatot elfogadta. Az ajánlás 50. és 52. pontjában Göndör István és mások a mentelmi bizottságot nevesítik az elnök megbízatásának felmentéssel, illetve kizárással történő megszüntetése kezdeményezésének esetén. Az előterjesztő támogatja, de az MSZP kérésére külön szavazunk. Kérem, szavazzanak! Kimondom a határozatot. Az Országgyűlés 311 igen szavazattal, 10 nem szavazattal tartózkodás nélkül a módosító javaslatot elfogadta. Az ajánlás 67. pontjában Vágó Gábor és Szilágyi Péter a 16-os paragrafus 5 bekezdés módosítására tesznek javaslatot.
Az indítvány szerint a számvevő jogviszonya a teljesítményértékelés alapján, ha munkavégzése nem megfelelő színvonalú, felmentéssel megszüntethető. Az előterjesztő támogatja, de az LMP kérésére külön szavazunk. Kérem, szavazzanak! Kimondom a határozatot. Az országgyűlés 284 igen szavazattal, 40 nem szavazattal tartózkodás nélkül a módosító javaslatot elfogadta. Tisztelt országgyűlés, frakció kérése figyelemmel még további javaslatokról is döntenünk kell. Az ajánlás 11-es pontjában Jávor Benedek és Schiffer András a 3-as paragrafust az ÁSZ törvényességi ellenőrzési tevékenységének részletezésével egészítik ki. Az LMP kérésére szavazunk. Kérem, szavazzanak! Kimondom a határozatot. Az országgyűlés 38 igen szavazattal, 284 nem szavazattal, tartózkodás nélkül a módosító javaslatot elutasította. Az ajánlás 14-es pontjában Göndör István és mások az 5-ös paragrafust a hitelfelvételre vonatkozó szerződések elnöki ellenjegyzésének kötelezettségével egészítik ki. Az MSZP kérésére szavazunk. Kérem, szavazzanak! Kimondom a határozatot. Az országgyűlés 33 igen szavazattal, 289 nem szavazattal, tartózkodás nélkül a módosító javaslatot elutasította. Az ajánlás 34. pontjában Göndör István és mások a 8. paragrafus 2-es bekezdésében az ÁSZ szervezetét meghatározó szervezeti és működési szabályzatra vonatkozó rendelkezést módosítják. Az MSZP kérésére szavazunk, kérem, szavazzanak! Kimondom a határozatot. Az országgyűlés 68 igen szavazattal, 253 nem szavazattal tartózkodás nélkül a módosító javaslatot elutasította. Az 54., 55., 56. és 57. pontokban Göndör István és mások a 12-es paragrafus 1-től 4 bekezdés elhagyását kezdeményezik. Ezek a rendelkezések az elnököt, illetve örököseit megillető juttatásokat tartalmazzák a megbízatás megszűnése esetén. Kérem, szavazzanak! Kimondom a határozatot. Az országgyűlés 67 igen szavazattal, 242 ellenszavazattal, 11 tartózkodás mellett a módosító javaslatot elutasította. A 43. pontban Vágó Gábor és Schiffer András a 9-es paragrafus 5 bekezdésének módosításával azt javasolják, hogy az ÁSZ elnöke ne legyen újra választható. Az LMP kérésére szavazunk. Kérem, szavazzanak! Kimondom a határozatot. Az országgyűlés 80 igen szavazattal, 243 nem szavazattal, tartózkodás nélkül a módosító javaslatot elutasította. A 98. pontban Schiffer András és Szilágyi Péter a 32-es paragrafus 6 bekezdésében az ellenőrzési jelentés és megállapítások kötelező közzétételére tesznek javaslatot. Az LMP kérésére szavazunk. Kérem, szavazzanak! Kimondom a határozatot. Az országgyűlés 80 igen szavazattal, 241 nem szavazattal, tartózkodás nélkül a módosító javaslatot nem fogadta el. Tisztelt országgyűlés, határozathozatalunk végére értünk. Megkérdezem, van-e valakinek tudomása olyan javaslatról, amelyről kellett volna, de nem döntöttünk? Jelentkezőt nem látok. Tisztelt országgyűlés, zárószavazása jövő heti ülésünkön kerül sor. Tisztelt országgyűlés, a soron következő két előterjesztéshez módosító javaslat érkezett, így az általános vitákra és a határozathozatalokat követően kerül sor. Tisztelt országgyűlés, tájékoztatom önöket,
hogy az egyenruhás bűnözés folyamatát, hátterét és a gyöngyöspatai eseményeket feltáró, valamint az egyenruhás bűnözés felszámolását elősegítő eseti bizottság tisztségviselőinek és tagjainak választására a mai napon nem kerül sor, mert a frakciók által jelölt képviselők nemzetbiztonsági vizsgálata még nem fejeződött be. Tisztelt Országgyűlés! Az Országgyűlés elnöke H/3501-es számon benyújtott az Alkotmánybíróság tagjait jelölő eseti bizottság tisztségviselőinek és tagjainak választásáról szóló 53/2010, 7.14 országgyűlési határozat módosításáról szóló országgyűlési határozati javaslat módosítását tartalmazó előterjesztésében azt kezdeményezte, hogy az eseti bizottság elnökének Balsai István helyett Varga Istvánt válassza meg az országgyűlés. Kérdezem önöket, elfogadják-e ezt a javaslatot? Kérem, szavazzanak! Az országgyűlés a személyi javaslatot 311 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal, 7 tartózkodás mellett elfogadta. Tisztelt Országgyűlés, határozathozatalunk végére értünk, munkánk folytatása 2 perc technikai szünetet rendelek el. Na most már késő, csak jelzem, hogy a tartalék akkumulátorok közül Tisztelt Országgyűlés! Nem látom itt a Salamon Lászlót, ja. Pedig ekik kellene lenni.
Tisztelt Országgyűlés, folytatjuk munkánkat. Bejelentem, hogy ügyrendi kérdésben kért szót Novák előtt képviselő úr. Mielőtt megadom a szót, tájékoztatom a tisztelt Országgyűlést, hogy elkészült az akkumulátorok számáról szóló statisztika, mely szerint a 21 tartalék akkumulátor közül az LMP 5 darabot használ, a KDNP 2 darabot, az MSZP 1 darabot és a Jobbik 13 darabot. Kérem ennek elfogadását, kedves képviselő úr. Most pedig megkérdezem, hogy milyen ügyben kér szót, képviselő úr. Öné a szó, képviselő úr. Köszönöm a szót, elnök úr. A házszabály szerint egy percben ismertetem ügyrendi javaslatomat. Köszönöm a statisztika bemutatását. Valóban ez is csak azt támasztja alá, hogy a jobbikos képviselők dolgoznak, és ahogy pikás módon épp Elsimon Lászlótól kapott akkumulátort, sajnos vissza kellett adjam rövid időn belül, az is azt mutatja, hogy valóban, ahogy jósoltam, hazamentek a képviselők a jól megérdemelt hosszú hétvégéjükre, amíg önök számára már hétfő este megkezdődnek. Viszont egy jobbikos képviselőtársam kisegített egy akkumulátorral, úgyhogy köszönöm, elnök úr, nem ebben kívántam szót kérni, hanem egy újabb házszabálysértésre szeretném felhívni a figyelmet, ami legalább ilyen fájó. Mégpedig az, hogy a saját kényük kedvük szerint csoportosítják át a már elfogadott napirendet. Előbb az elnök úr által bejelentett két napirendet, amit nemes egyszerűséggel hátrébb sorolt, például a 16. és a 17. napirendet, azt meg kellett volna tartsuk addig, amíg még jelen voltak a kormánypárti képviselők is a határozathozatalok előtt. Csak azért, mert benyújtottunk módosító javaslatot, és végül valóban nem lehet határozathozatalt hozni, attól még a napirendet nem lehet csak így, a napirend sorrendjét így módosítani önkényesen, csak azért, mert az álláshalmozó képviselőknek haza kell menniük minél hamarabb, ők már egy vitát nem hajlandók végighallgatni. Elnök úr, sérelmezem, hogy az én hozzászólásaimat és képviselőtársaim hozzászólását nem fogják végighallgatni a képviselők, csak azért, mert elnök úr bejelentette, hogy hátrébb sorolja kettővel az egyébként konkrétan sorszámozott elfogadott napi.